9 éve 6 csapat indult, majd az évek során az ország legnagyobb strandfoci rendezvényévé nőtte ki magát a Sóstói nyári torna. Egy idő után a szervezőknek már limitálniuk kellett az indulók számát, 2019-ben 40 férfi és 4 női együttes játékosai rúgták a labdát a homokon. Tavaly a járvány miatt elmaradt a rendezvény, idén azonban már 5 megye 14 településéről érkeznek csapatok a csütörtökön 10 órakor kezdődő tornára. Az érdeklődés annál januártól elkezdődött, hiszen a váciak már akkor szerettek volna szállást foglalni, ők visszatérő csapat hozzánk, a Váci Romeo, és hát sajnos ugye a járványügyi helyzet az nem engedte meg sokáig, hogy elkezdjük a komolyabb szervezést, de így is összejött a 31 férfi és 4 női csapat. Én bízom benne, hogy vissza fogunk térni a régi 42-46-os létszámhoz, hiszen ez a torna Magyarország legnagyobb szervezett körülmények között lebonyolított strandfoci fesztiválja, így most már a hölgyek is szerepelnek, ugye 3 éve, meg 4 napon keresztül zajlik a torna. Az ország különböző pontjairól jönnek el hozzánk, hiszen így összessége Budapesttel együtt, egy 5 megyéből jönnek, itt van a Budapestről a kormányőrségnek is a csapatom már évek óta visszajár, Ősz András vezetésével. Ez a csapat, de a Váci Romeo is folyamatosan jön, ők családostól érkeznek autóbusszal, már egy hete itt vannak a strandon és járják az egész megyét. A strandfoci tornának turisztikai vonzereje is van, a házigazda pedig igyekszik minél több szórakozási lehetőséget kínálni a vendégek számára. Egyrészt van egy csodálatos pályánk, egy strandfoci bajnokság lefolytatásához tökéletes, akár nemzetközi meccset is lehetne rajta, egy minősített pályáról van szó. Azt gondolom, hogy ezek azok a rendezvények, amelyek egy strandi napnot színesítenek, úgyhogy önmagában a strandra érkező vendégek számára is, aki szereti a focit, szereti a jó focit, és a strandfoci egy igazán látványossága ennek a futballnak, hiszen mint ahogy a Dajka László évek óta lényegében a szakmai lebonyolításnak a felelőse, ő az, aki kézben tartja a csapatokat, 80%-át a játékidőnek, az nem csak a labda, hanem a játékosok is a levegőben vannak. Úgyhogy én azt kívánom, hogy az időjárás úgy tűnik, hogy nagyon alkalmas lesz arra, hogy egy jó hangulatú versenyt szervezzünk le, és nagy örömünkre szolgál, hogy idén is lesz viszont női csapat, 4 női csapat érkezett, úgyhogy lesz női bajnokot is fogunk majd avatni. Én bízom benne, hogy jó sikeres rendezvényt fogunk tudni majd lebonyolítani, és sok sikert kívánok minden résztvevőnek. Csütörtök délelőtt a 4 női csapat mérkőzésével indul a strandfoci torna, majd 8 csoportban következnek a férfiak meccsei. A döntő a tervek szerint vasárnap délután 5:30-kor kezdődik majd. A szervezők a dobogós csapatok mellett a legjobb kapus, a legjobb játékos és a gólkirály teljesítményét is elismerik majd a 200 000 forint összdíjazású tornán.